Müller Antalné vagyok. 1926-ban születtem. Más András vagyok. Születtem 1928. január 16. Vajger Zsuzsanna vagyok. 24-ben születtem. Hovannes Pálné vagyok, Ratinger Magdolna. 1927. augusztus 15-én születtem. Rau Sándor voltam, most Radványi Sándor vagyok. Majd később esetleg beszélek róla, hogy miért, meg hogy. 43-ban én itt szabadultam Mezőverényben villanyszerelő szakmába, és felkerültem Budapestre a Standard villamosági RT-re dolgozni. Közben édesapámat behitták katonának, és 44 őszén én hazajöttem. Azért, hogy segítsek itthon vetni, mert volt egy kevés földünk, hogy segítsek itthon az ősz munkákat elvégezni, és többször volt úgy, mikor visszamentem Budapestre, hogy mentem a vasárnapi vonattal, és akkor később mentem be a gyárba, és azt letoglóztam. Most ezen a napon, amikor itt 44 őszén volt, ez október 5-én lett volna, az édesanyám még mondta, hogy na most akkor mész vagy nem mész vagy? Á, mondom, majd megyek hónap a vonattal, nem megyek, most majd bemegyek, később, azt akkor később érek be, mint máskor. Igen, ám csak aznap, másnap bejöttek az oroszok, ez volt október 6-án. És így már több vonat nem volt, nem tudtam visszamenni, így maradtam itt Berénbe. Este jöttek, írtünk. Úgy jöttünk haza, gyalog a csomagunkat, hozta a kocsi lovaskocsival, hozták Berénbe, betettek bennünket a Buncsák tanító lakásra. Onnan elvittek bennünket Gyulára. Mit vittem? Amit tudtam, ott már kolbászunk is. Libahúsból csináltunk kolbászt. Bevagoníroztak bennünket. Beszorítottak egy csomót a kis vagomba. A padjászunkat éjszakára oda tettük a kapu az éjjelé, a vagonajtó elé, azt úgy feküdtünk le. Volt csinálva prics, azon nem fértünk fel, aludtunk a vagonnak a aljába. Azt hiszem, hogy 30-an voltunk beszorítva, nem tudom már pontosan. Sokan voltunk, úgyhogy így feküdtünk, mint a malacok. Egymás ölébe. Úgy odaltozt, akkor úgy. Nem csináltak semmit se. Mert nem bántottak bennünket. Mikor a zébe átpakoltunk, már a román határ, meg a ruszki határba, ott átpakoltunk a nagy vagomba, ott jobban tértünk. És mire odaértünk Oroszországba, akkor le kellett vetkőzni, mert fürödni, meg hát tisztálkodni. Én még nem akartam levetkőzni. Hát így azért levetkőztem, de a gatyát azt nem vetettem le. Ezt orosz fogta, azt lehúzta, azt bedobott a többi közé, ezt ott kellett fürödnünk. És mikor odaértünk, akkor túl korán értünk oda, úgyhogy 3 hétig még nem kaptunk enni se. Az úgy nézett ki, hogy két egyemeletes volt. Földszint, meg egy emelet. Ez volt a... És a szobák ugyanúgy, mint az itteni szobák vannak, hát 12 ágyasok voltak a szobák. De ez 6 ágy lent, meg 6 fent, emeletes ágyak voltak. Aztán másnap reggel megint, ugye mindig sorakozó volt, akkor lettünk elszortírozva, hogy na ez a csapat ide megy dolgozni, a másik oda, a harmadik a bányába. Volt, aki teljesen végig dolgozta lent a bányába az ideit. Nagyon sok. A férfiak külön, a nők megint külön. Házaspáros se voltak együtt. Csináltunk, ebből felbúzdult, csináltuk a csajkákat napszámba.
addig, ha kellett valakinek, akkor hun egy pár rúbelér, hun egy kis darab kenyér, úgyhogy nekünk pótolóra a kajánk mindig volt. Mert az a kaja, ami ott lágyében volt, hát az változatos, nagyon változatos volt. Reggel volt burizleves, akkor délben köleskása. És hogy változatos legyen a kaja, másnap kölesleves volt, és délben volt a buriskása. Úgyhogy, meg hát azért hús, meg ilyesmit, hát volt az is néha-néha, de hát az elenyészen nem sok. A konyhai lét az olyan volt, hogy ugye be voltunk éjszakára is fogva, mert kellett éjszaka elkészíteni a reggelre valót, meg minden. Volt, mikor egész éjszaka pucoltuk a halat, hogy az reggelre megfőzzék tiszta vízbe, semmi másba. De olyan is volt, hogy már az ujjunk belement a halba, ahogy pucoltuk. Nem volt friss. Meg mikor kimentünk, azt hiszem az első reggelünk, ez a kis picike kis olajos hal volt. Füle, farka, szeme, minden benne volt bele. Minden estül azt adták. Én rettentő fínyás voltam. Meg mi volt? Káposztaleves, buris. Nem volt mit válogatni. Hát mondom, olyan szallag ment fő, és aki vágta a szenet, azok dobták rá a szallagra, egy ilyen 10 méterre álltunk innen is, meg onnan is a szallagból, és akkor úgy kellett ütni ilyen vassal, hogy ne ilyen nagy darab menjen fő, hanem kicsi. Na, az volt, amikor, hát akkor az nem volt már, akkor csillét kellett tolni, hát az nagyon nehéz volt pakolni és eltolni. Bírták jobban, mint a férfiak. Én nem tudom, a férfiaknak vagy több ennivaló kellett volna, vagy még hát elcserélték, sokszor lehetett elcserélni dohányért. És akkor csak dohányoztak, és egyszer csak végig volt. Hát a bányában volt komoly baleset. Volt, akire rászakadt a szén, meg alatta maradt, meg is halt. Meg a csille nyomta össze, mint Pereinét is. Meg sok minden ilyen komoly sérülés. Ugye nem volt úgy ruhánk, olyan meleg ruhánk, mint abban a hidegben kellett volna. Hát az ízület az aztán tombol bennünk. Ez biztos. Egy szép nap megint berendeltek bennünket, és akkor ott már egy nagy csomó tiszt volt ott megint egy idegenek, meg mi a bennünk. És akkor hát jöttek, legszámoltak bennünket, indíts fürdőbe, elmentünk a fürdőbe, Ugye a szokásos nem volt levetkőzni, és levetkőztünk a ruhákat fertőtlenítőbe. Mentünk a másik oldalt nem kaptuk vissza a ruhánkat, hanem kaptunk teljesen tiszta új ruhát. És mondták, hogy megyünk haza, megyünk haza, nekünk ez az utolsó napunk itt, megyünk haza, aztán minden, hát örültünk neki, meg minden. Bepakoltunk a vagomba, azt akkor jöttünk haza. Ott főztek, úgyhogy tudtunk enni, fogsána. Oda bementünk, ott lefertőtlenítettek bennünket, aután jöttünk az haza. A betegeket lekapcsolták. Megálltunk itt is, ott is, elég hosszú jöttünk haza, hosszú úton. De jöttünk már Marosba, már Magyarországon, tudtuk a Marosvásárhelyen is megálltunk. Ott úgy könyörögtek, így a maradj magyar asszonyok Erdélybe, hogy hazamegyünk, nehogy szóljunk valamit is, mert nem szabad.
beszélni arról, hogy mi történt, vagy mi volt Oroszországban. Úgy könyörögtünk. Mert azt mondta, itt is volt már, hogy jött haza fogoly, nem fogta be a száját, és azt mondja, újra elvitték. Ott volt a ellenőrzés, létszámlálás, mindennél, ott volt a fogságban, és ott is lekezett zúnyozni azt a ruhát, ami volt, adtak másikat, azt a ruhát mindent lekezett dobni, azt a... Hát ugye volt, akinek volt bogarai, meg mit tudom én, micsoda. Felvettük, amit adtak másikat, újat adtak, új általában, mert eddig olyanban átösszöttek, az akkor ott újra vagon éreztünk, hát a magyar, ami már Kárpátokon be tudott jönni Európába, az a keskenyebb nyomsávú vagonok, abban is onnan jöttünk Debrecenig. Debrecenben újra szintén létszám ellenőrzés, létszámszámlálás, adtak 5 forintot, magyar pénzben mindenki kapott 5 forintot. Abba jött, ott azt akkor, ki merre való? Ott már úgy szortírozták, aztak. Úgy jött, hát úgy mondjuk, hogy általában, már itt ebben, ahogy mi voltunk itt, általában legtöbb Merényi volt Gyomai is, Gyulai is, Almás Kamarási, meg Sarkadi. Itthon meg hát után szintén belecsöppentünk a mezőgazdasági munkába.